A maffia szerű működés során a kormány nem fárasztja magát jövedelmező üzletágak kiépítésével, hanem ha lát ilyet, megszerzi a piacot, kizsuppolja a tulajdonost és monopol helyzetet teremtve maga ül a helyébe. Így reagált a DK arra, hogy átalakítják a mobil parkolási rendszert. A párt szerint az üzlet haszna a barátok, rokonok, csókosok kezébe kerül. Hozzátették, lassan csak idő kérdése, mikor alakul meg a Nemzeti Kábítószer Kereskedelmi ZRT, vagy a Nemzeti Leány Kereskedelmi Kft. A stúdióban Vadai Ágnes, a DK alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy van ez a Nemzeti Kábítószer Kereskedelmi ZRT, vagy Nemzeti Leány Kereskedelmi Kft.? Nyilván cinikusan dobtuk fel ezt a... Hát azért a lányok futtatása, meg a parkolás, ugyanaz. Igen, csak mind a kettő azt gondolom, hogy jövedelmező üzletág, és általában ezt láttuk az elmúlt években, hogy nem azzal foglalkozott az állam, hogy segítette volna ezeket a vállalkozásokat, mint például a mobil parkolást, ami ugye egyedülállóan, hogy mondjam, kiterjedt Magyarországon, hanem látott egy jó bizniszt, és egyszerűen vagy törvényileg elvette a piacot, vagy egyébként elvette, vagy tönkretette a beltétársakat. Itt a mobil parkolás esetében az történt, hogy 2011-ig egyébként az államnak is tulajdonom volt ebben a mobil parkolási cégben, akkor megvásárolt az államtól a kisebbségi tulajdonos, és utána benyújtották az új törvényt, aminek az értelmében mostantól a mobil fizetés, a mobil parkolás az állami monopólium, létrehozta egy szép nagy céget az adófizetők pénzén. A hírek szerint ott volt valami egészen nagy közbeszerzés is, ami hát nem is közbeszerzés volt, csak beszerzés, és ebben az ügyben írásbeli kérdés is megy a miniszternek, hogy vajon az adófizetők pénzét hogyan költögetik itt erre az egészen új vállalkozásra. De az baj, hogy ez egy egységes rendszer, hogy nem össze-vissza kerületenként mindenfelé kell fizetni. Mert nem lett olcsóbb. Tehát, hogyha olcsóbb lenne a mobil parkolás, akkor azt mondanánk, hogy rendben van, akkor lehet, hogy van értelme megcsinálni egy ilyen mamut céget, amiben aztán ki tudja, hogy kik kerülnek be, de a parkolás holnaptól nem lesz olcsóbb, csak sokat számára egy kicsit bonyolultabb lesz, mert nyilván van egy rutin, hogy beüti a telefonszámot, amint parkol, és rá fog jönni, hogy nem parkol. Szerint ezt nagyon lehet... kezelték egyébként, hogy van egy kis anomália, én például kaptam egy SMS-t ma, hogy ezen túl holnaptól egy másik számra kell parkoljak, de közben az EME azt mondja, hogy még az ő számuk is érvényes. Igen, tehát az ő számuk is érvények, és jelen pillanatban a kötelezettségszegési eljárás is itt Magyarország ellen ebben az ügyben, hiszen itt egy teljes piacnak a lenyúlásáról van szó, az állam monopóliumot jelentett be a mobil parkolás, és lényegében nincsen verseny ebben a szférában. Ez egy jó üzlet egyébként, nem baj, hogyha azon az állam de ez mindenki, keres, nem? Ha csak eddig az önkormányzatok is elég szépen kerestek, most viszont az új állami cég beiktatásával a hírek szerint az állam 10%-ot lenyúl az önkormányzatoktól, tehát tulajdonképpen egy 10%-os adót vette ki az önkormányzatokra. Tehát azt gondolom, hogy azért ebben az ügyben megint nem a fogyasztók azok, akiket is a parkoló polgárok azok, akikre figyeltek, hanem valakinek ebben megint biznisz van, hiszen maga a parkolás július 1-től nem lesz olcsóbb. Megkérhetem arra, hogy viszonylag röviden válaszoljon arra a kérdés, hogy mit szól Horváth Csaba, ugye az MSZP fővárosi frakció vezetőjének felvetése, ez a stratégiát kellene módosítani, váltani, és a főváros minden kerületében közös jelöltet kéne indítani az ellenzéknek. Mi ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy a demokratikus koalíció nyitott az ellenzéki összefogásra, hiszen mi nem egymás riválisai vagyunk, mi korábban szövetségesek voltunk. A mi fő politikai riválisunk a Fidesz, és az az országpusztítás, amit ők végeznek, vagy éppen az a főváros pusztítás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a demokratikus koalíció nem múlott semmi eddig sem. Köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezt. Köszönöm.